Már az általános iskoláskorú gyerekeknek az oktatásába is integrálta a mesterséges intelligenciát egy Budaörsről induló képzés. A Magyar Alapítású Oktatási Hálózat a gyermekek digitális írástudás és programozás oktatásának a nemzetközi szakértője. Az intézményben a gyerekek játékos keretek között sajátíthatják el a programozás alapjait. Juhász Milán kollégánk az Oktatási Központ Budaörsi iskolájában járt. Szóval ide van eldobva nekünk a méretbeállítás, oké? Ha valakinek ez túl nagy vagy túl kicsi, akkor beállítod a csökkenyerre, és beírod ide, hogy mennyivel. Programozás alapjait felnőttként sem egyszerű elsajátítani, de ezek a gyerekek már akár 6 éves koruktól is belecsöppenhetnek a programozás világába. Ez nem egy normál iskola, ez egy ilyen délutáni foglalkozásokból álló tevékenység. Ugye ide a gyerekek hetente egyszer másfél órára jönnek a tanév során, a kurzusainkra tanulnak programozni, bevezetjük a digitális világ rejtelmeibe őket. A foglalkozásokon kis csoportokban vesznek részt a gyerekek, de ha valaki elakad, akkor azonnal segítséget kap az oktatóktól, így senki nem marad le. Most a végén. Az iskola 6 éves kortól egészen 18 éves korig nyújt oktatást a gyerekeknek, lehet valaki kezdő, haladó, kicsi vagy nagy, mindenki megtalálja azt a csoportot, ahol a legjobban tud fejlődni. A nemzetközileg elismert Python vizsga pedig garantált azoknak a tanulóknak, akik végigcsinálják a képzést. Az itt megszerzett tudás az egyetemi évek alatt is nagy előnyt nyújthat a gyerekeknek. Akik itt most ülnek, egy pár év múlva képesek lesznek arra, hogy letegyék az egyik legelismertebb, nemzetközileg is elismert Python vizsgát. A Python egy ugye nagyon-nagyon népszerű programnyelv most. Tehát ahogy nőnek, egyre komplexebb és összetettebb dolgokat tanulnak, egyre komplexebb és összetettebb módon használják a platformjainkat. Gyakorlatilag mire elérnek mondjuk az egyetemig, nagyon-nagyon jól fognak tudni programozni, és nagyon biztosan, magabiztosan mozognak ebben a digitális világban. Kikeresitek az értéket, ami itt lesz. És a kivetítőn látható szövegdobozok egy játékot rejtenek, ha a gyerekek elkészülnek, akkor az ajándékdobozok mögött gyeremények bújnak majd meg. Ők állítják be a játék hátterét, méreteit, színeit, minden részlet rajtuk múlik. Jó, viszont ha négy vagy ennél több, akkor pedig azt fogja kiírni, hogy jó, szép munka. Alapvetően mi saját magunk fejlesztettünk egy olyan oktatási platformot, ami teljesen egyedülálló így a világban, amire nagyon büszkék vagyunk, mindenhol nagy elismeréssel nézik ezt. Most legutóbb például Angliában a világ egyik legnagyobb és legelismertebb magániskolájában, az Eton College-ban kezdődött el egy együttműködés a Logischool-lal, úgyhogy azok a gyerekek, akik itt Budaörsön ülnek, hasonló módon tanulnak, mint mondjuk ott. 2014-ben innen Budaörsről indult útjára a képzés, mára már 30 ország, több mint 200 intézményében vannak jelen, valamint több mint 210 ezer diák vett részt a képzéseken. Az elképesztő sebességgel fejlődő világunkban, amit egyre inkább a digitális technológia vezérel, a számítógépek nyelvének megértése ma már ugyanolyan fontos, mint az írás és az olvasás, a mesterséges intelligencia ismerete pedig elkerülhetetlen lesz a jövő generációjának. Az intézmény erre is felkészíti a gyerekeket. Már a másodikos korosztálynak is van olyan kurzusunk, ahol használnak mesterséges intelligencia által hajtott eszközöket. Biztosak vagyunk abban, hogy meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy hogyan tudnak együttműködni, kollaborálni a mesterséges intelligenciával, hogyan tudják etikusan, hogyan tudják felelősség teljesen használni ezt. Az iskola modelljének lényege, hogy több mint 600 leckéből álló tananyaggal több éven át tudják vezetni a diákokat a digitális írástudás útján, a gyerekek életkorával a feladatok nehézsége is együtt nő, így tudják hosszú távon minden fiatalnak biztosítani a sikerélményt.